Na úgy látom szerencsére, hogy nem felejtette el a gyors utazáspontot, csak újraéledni nem engedett ott, mert ott a hullám és ott egy gyors utazáspont, és amiket elkaptam állatokat, azokat se felejtett el, még az sem, amit az utolsó pillanatban egy halálom közbe kaptam el, olyan szinten nem felejtett el, hogy beégett a képernyőre az ikonja. Így itt jobb oldalon itt maradt, és nem tűnik el, úgyhogy ez nem tudom, mikor fog innen eltűnni. De lényeg az, hogy elvileg visszaskerázok gyorsan, hátha meg tudom szerezni a felszerelésemet, mert azért annak nagyon örülnék, ugyanis a teljes inventorimat kiürítette cirka. Az összes fegyverem, az összes ruhám, az összes elkapó golyóm, és itt van. Jó, hát ez nem tudom mennyi ideig van itt, vagy végleg itt van-e, vagy aznap estig, vagy ha valami más játékos fölveszi, aki itt ugye nincsen, de elvileg akkor most meg vagyunk. Igen, az még nagyon vicces, hogy én nem láttam, ja, itt van T-Call, jó, ezt legutóbb nem sikerült felfedeznem. Na, jó, hát ennek örülök. Akkor egy fokkal jobb a helyzet. Hát gyors utazáspontot itt megnéztem, akkor még egy ilyen új típusú lényt szerettem volna elkapni. Egészen jó pofa területek vannak itt, ez olyan, mint ilyen itt tudom én, Aladdinba terület. Ott is csillog valami. És akkor még ebből a kis szaladgáló lényből egyet elkapok szerintem, és akkor... Ó, egy golyó. Aztán már szerintem lehet, hogy jó lesz rágyúrni izére is, staminára, mert ez már egyre többször probléma. Hogy ez a stamina, ez nagyon kevés. Tehát futni se tudok túl sokáig. Ugye ez ott lesz probléma, ha majd valahol magasabbra fel kell mászni. Ez mi ez a plusz 1, plusz 2, amit itt írogat a csapattagoknál? Na, olyat szeretnék elkapni egyet. Hogy járunk nyilvesszőbe, 10 darab. Ez nagyon gyorsnak tűnik ez a kis állatka. Nem tudom, hogyha belelövök, akkor ő is megtámad. Vagy ő nem? Hát ő nem. Igen, azt mondtam, hogy eddig nem volt olyan állat, ami ne támadott volna. De most már van. És hát ez akkor egy ilyen vég nélküli üldözés lesz, ami... Ugye abból a szempontból nem olyan vicces, hogy pazarlom el a nyilvesszőket. Azok viszont nem biztos, hogy ilyen barátságosak lesznek. Most alapvetően elszaladnak, ezt értem, de... Hát nyuszi, megvárhatnál. Légy szíves. Ezt támadtam? Nem, ez ötös. Ez még jobb. Harminc. Hát ez még azért elég kevés. El fog fogyni a nyílveszőm, az a baj. Megpróbáljuk akkor így. Nem igaz már, hogy ilyen kevés az esélyem, 52 még csak így is. Mondjuk azért még van HP-ja bőven. Aztán kiderül, hogy ez se jó semmire. Ne fuss már olyan gyorsan, nyuszi! Nem érlek utol! Ugye belerohanunk valami szörnynek a szájába. 67. Annak már elégnek kell lennie. Nem! És kiszökik a kis rohadt! Hát most komolyan, de most még egyszer megütlek, akkor viszont már meghalsz. És ezt nem szeretném, nyuszi. Állj már meg. Hí, pofáruk, tajzé! Na várjál, ez most pont jó sebzés volt. És most 72. Fejbe rúgta az a gímszarvas, vagy dámszarvas, vagy mi a szar. Ez az, és level up. Na, ez pont jó, mert 10. szinten tudom kinyitni azt a kohót, és elvileg olyan nyersanyagom is van most már, talán, ha jól emlékszem, ami ahhoz kell. És itt mindenféle érdekes képződmény van. Remélem nem lesz az, hogy itt valami NPC gonosz bázisra behatolok mindjárt és lelőnek. Na, hát egyébként ez tök jó ez a játék. Nekem nagyon tetszik. Ez szerintem méltán népszerű. Döbbenet egyébként, hogy rengetegféle survival... Hoppáré! Ez valami barlang? Rengetegféle survival game van, némelyik irdatlan szar, némelyik elég érdekes, tehát így több-kevesebb sikerrel szoktak indulni. Nem tudom, mi lesz a magyarázat. Majd próbálok erről cikkeket nézni, meg egyébként aki tud nézzen utána, nagyon érdekes ez a jelenség most, hogy ez ilyen irdatlan nagyot megy ez a játék, és marha élvezetes egyébként meg minden, de nem, tehát olyan csoda receptet nem tudnék mondani, hogy na most mi az, amitől ez ekkorát durran.
és más meg miért nem. De jó, mondjuk szép, hangulatos, jópofa, vicces, cuki, szóval szerintem ez kb. Tényleg ilyen nulla pluszos talán, mert nincs benne. Ohoho! Ohoho, itt van egy ilyen bázis. És ezek így gépfegyverrel lövöldöznek? Ez nagyon barátságos, és most nem maradt nyilvesszőm. Pedig ez csak ötödik szintű, ez a köcsög arc. Még akár meg is tudtam volna. Ohoho, ekkorát repült a kis gyökér! Ez jó pofa, hogy ilyen bázis is van. Kár, hogy nincs több nyilvesszőm. És ez gyógyítja magát, vagy mi? Édesanyád. Ez az megdöglötté. Nagyon jó. Itt ki tudok szabadítani? Jaj, szegény, el van kapva az az állatka. És ez töltény lenne? Ez az, nyírjátok ki őket, segítek én is, jó? Tiszta avatar, a természet és én összefogunk. De ez milyen jó? Én nem bántottam az állatokat, ezért ők se bántanak engem, csak ezeket a köcsögöket támadják. Ez szimpatikus. És akkor ez... Jaj, de jó, ezt el tudom engedni. Aha, csak jön és ez nekem nem tetszik. De nem érdekel, hogy nem tetszik neked, mert nekem meg a te fejed nem tetszik, csökött állat. Persze, olvassa a újságot, addig én tökön szúrlak 25-ször. Szeva! Nox! Elkaptuk a Noxot! Nem tudom, mi lesz jó a Nox, de... És az 9-es. Szegény beszorult? Jó, nem bántjuk. Na ez nagyon jó! Hát pont ott mondtam, hogy ilyen emberszerű építmények, és tök vicces lenne, hogyha... Ha lenne valami NPC bázis, aztán erre jön egy NPC bázis. Ott van lent valami gumós. Ott egy döglött pingvin. Hát nem tudom, most azért jó lenne mondjuk, ha lenne nyilvesszőm. Akkor ilyen karzatról ezt mondjuk még bemerném sebezni párszor. És utána be tudnék talán fogni egyet. Mert így ezt most nem nagyon merem. Jó, hát figyeljetek, srácok, pörögnek az események. Ezt viszont most már kioldjuk, ezt a gyors utazáspontot. Most már tényleg. És szerintem most örülhetünk, hogy egészen bátran, egészen sok mindent sikerült felfedezni. Ez meg nyersanyag. És hol a gyors utazáspont? Itt lent. Ott meg egy kis gombócka. Marha jó. Hát igen, szóval összességében... Tök jó játék. Wow, na ez a tower, amit be kéne zúzni, be kéne támadni. Itt van ugye, hogy ez a Ryan-nek ezt a Syndicate Tower-t, ezt hívjuk ki és győzzük le, és legyünk top kondíciós kis állatkákkal megtámogatva, amikor támadjuk ezt a tornyot. Hát nem vagyok még olyan top kondíciós semmiben. Igen, ezt most nagyon bánom, hogy nincs nálam nagyon sok nyilvessző, mert tök jó lenne még egy ilyen szorvost befogni, de hát ez most nem. Na jó, ne elégedetlenkedjünk, szerintem ügyik voltunk, beleadtunk 110%-ot, még a Noxot is kiszabadítottuk. A kedves duó is biztos örülne. Ez mit csinál? Puszit nyom az arcára? Jó, most egy ideje nem láttam új típusú állatot, úgyhogy olyan nagyon ott is van fönt valami piros. Itt egy cuki cica. Az a jó egyébként, igen, hogy tudunk mászni. Csak mondjuk nem annyit. Tehát... Nézzük meg azért még így a biztonság kedvéért. Ha vannak sík területek, ahol újra tölthető a stamina, már pedig vannak, akkor lényegében bármeddig föl tudunk mászni. Csak ugye egy húzamban nem tudunk nagyon sokat. Hát az egy tojás lesz, és ha már erre járunk, akkor miért ne szereznénk meg? Nagyon rossz lesz, hogy itt az avatárnál beidegződött nekem ez a dupla ugrás, és mindig ugrok egyet, és nyomok rá egyet, hogy még egyet ugorjak, de az... Hoppá, kicsit azért beláttunk a fal mögé, de ez mondjuk ilyen... Early Access játéknál még abszolút belefér... Hoppá, az nem fér bele, hogy lezuhanjak. Jó, hát akkor most szerintem ennyi, tök ügyik voltunk. Ilyen marha érdekes állatokat szereztünk, ugye bagoly se volt eddig. Szerintem ez a
Melpakosan volt ez a, mi ez, rája, ez valami ukmukfuk, ez meg a Nox, harmadik szintű csak, de, és akkor várja, nézzük már meg, hogy ezek mire jók, tényleg. Ez, azt a büdös élet. Hát ez azért tudja nyomni. Tud gyógyszert gyártani. Miből? Ez marha jó. Maki? Mi kiket fogunk tudni ezzel helyettesíteni? Hát kb. Mindenkit. A majom az mit tud? Az ugye... Hát hasonló, csak az nem szállít. Ez a szállítás helyett gyárt izét, gyógynövényt. És de a Nox az ilyen speckó? Tehát ez hol lesz feltüntetve? Itt a Nox. Hát ez kicsit azért jobbnak tűnt, mint amilyen. Azt hittem ez valami... Ilyet láttunk valahol, nem emlékszem. És ez locsol meg szállít, gondoltuk. Farkas, ezek támadtak meg minket, ugye azt nem fogtam be, ezért nem tudom mire jó. Igen, hát szóval van néhány ilyen nagyon kombós állat, azt rohadt. Ami nagyon sok mindenre jó, de van, ami meg csak jól néz ki. No jó van, irány haza. És akkor következő epizódban innen fogjuk folytatni, hol a legközelebbi gyors utazáspont, itt arra fogunk menni. Aha, az csak így az epizód végére, hogy jól éreztem én ezt, egy-két helyen van ilyen barlang, ilyen tök sötét kis valami. Most ugye úgy gondoltam, benézek, és akkor megjelenik egy ilyen. Úgyhogy nem nézek be, mert level 13-os dungeon. Rohadt jó. Tehát itt azért lesznek még érdekességek.